Hunyadi László kivégzése után 5. utószülött László király sietve elhagyja Magyarországot, és a szintén a koronája alá tartozó Csehország fővárosába, Prágába vonul. Magával hozza az utolsó Hunyadi, a 14 esztendős Mátyást. Mátyást itt, a prágai várban őrzik. Különös szándéka a végzetnek, hogy ezt az egyébként gyönyörű várost jelölte ki a Habsburgokkal elégedetlen magyar főúri családok utolsó sarjainak számüzetési helyéül. Hunyadi Mátyás az első, de majdan Prágába viszik a Mátyásról könyvet író költőhadvezér Zrínyi Miklós fiát, Ádámot is. Utána pedig a későbbi fejedelmet, II. Rákóczi Ferencet. Az idegen környezet és szellem egyiküket sem bírta elidegeníteni hazájától. Mátyásnak kifejezetten életmentő volt a fogság, mert kitűnően megtanult csehül, és e tudását egy alkalommal, amidőn királyként, de áruhában a husziták fogságába esett, kiválóan kamatoztatta. Prágai fogsága idején, amikor élete csak egy hajszálon függött, Mátyásunk elmélkedhetett a sors kiszámíthatatlanságáról. Visszagondolt szülőföldjére, az oly távoli Erdélyre. A hagyomány szerint Mátyás ebben a kolozsvári polgárházban született 1443. február 24-én Mátyás apostol neve napján. A héber eredetű Mátyás név azt jelenti Isten ajándéka. A ház, amely most Művészeti Akadémia, akkoriban egy Méfi Jakab nevű polgár tulajdona volt. 1467. szeptember 28-án, amikor Mátyás már királyként ismét Kolozsvárot járt, hálából az akkori tulajdonosokat, Méfi Orsolyát és Kolb Istvánt fölmentette mindennemű adófizetése alól. E rendeletét utóbb II. Rákóczi György erdélyi fejedelem és első Ferenc József császár és király is megerősíti. A házon magyar emléktábla, mellette a román hatóságok román és angol nyelvű új keletű táblája, amely azt hirdeti, a román Mátyás a magyarok legnagyobb királya. Pedig Mátyás édesapja, Hunyadi János, sosem nevezte magát románnak, magyarul beszélt, magyar földért élt és halt. Mátyás édesanyja, Horogszegi Szilágyi Erzsébet, egy részben bosnyák elődökkel rendelkező temesvidéki magyar birtokos családból származik. És a Mátyás román volna is. A biológiai eleve elrendeltség számít, avagy valami más, ennél több, az eszme, a szándék, amit képviselt és amit megvalósított. És a Mátyás valóban román. Miért akarták a román hatóságok már több alkalommal is elmozdítani lovasszobrát Kolozsvár főteréről? Mint ahogy a román hatóságok által szintén románnak tartott Hunyadi János vaskapui legendás győzelmi emlékművét miért rombolták le? A többi, erdélyi csatatérre pedig miért nem állítottak már emlékművet? Maga Mátyás büszke volt olasz historikusai által megírt latin eredetére. Egy alkalommal azonban azt is elejtette, hogy az ő valódi nagyapja Zsigmond király, amint erről a legenda is szól. Sőt, ennél is elképesztőbb, hogy a pápához írt egyik levelében fölfedi, rokonságban van a török szultánnal. Lévén, hogy egyik ősét, de adjuk át a szót magának Mátyásnak. Őszentsége tudta, hogy hő vágyam a török császár testvéröccsét, Dzsemet kezeimbe keríteni, amire mind ő maga, amire mind a hozzászító török országnagyok fölkértek. Dzsem herceg a vérrokonom is, mert nagyanyám nővérétől származik, ki török fogságba jutván a török császár felesége lett. Ezek szerint Mátyás, sőt apja a törökverő hős Hunyadi János távoli rokonságban álltak a török szultánokkal. Talán ez is magyarázza, hogy Mohamed Hunyadi halálakor elsiratta nagy ellenfelét, dicső rokonát. És hogy Mátyás uralkodása alatt jobb viszonyban volt a portával, mint a Szent Német-Római Birodalom császárával. Többet hadakozott a csehekkel és a lengyelekkel, mint a szultánnal. Bonfini történetíró szerint a szultán barátilag meggyászolta Mátyás halálát, s hálásan emlékszik iránt a tanúsított jó indulatára. A világon egyetlen királytól sem félt a győzhetetlen Mátyáson kívül,
s fölajánlja, hogy fiának, Korvin Jánosnak, ha szüksége lenne rá, az atyai királyság megszerzésére 40 ezer embert szívesen rendelkezésére bocsát. Utóbb majd kiderül, Mátyás fiának valóban szüksége lenne a segítségre. Menjünk vissza az időben. Mátyás itt, Kolozsváron cseperedik. Heltai Gáspár szerint még iskoláit is itt kezdi. Később, mint király, a mese szerint áruhában tér vissza a szamosparti városba, és megleckészteti a kolozsvári bírót. Sok évszázaddal később majd egy másik kolozsvári bíró le akarja bontani Mátyás szobrát. Azt tartják a krónikák, Mátyás uralkodásra termett. Kitűnő az emlékező tehetsége, sok idegen nyelvet beszél, hamar tanul. Túróci szerint Mohamed török császár azt mondta róla, a világ összes fejedelmei közül csak kettőnket illet méltán az uralkodói cím. Pedig Mohamedet éppen Mátyás apja, Hunyadi János verte meg Nándorfehérvárnál. Galeotto Marzio, Mátyás itáliai költője azt írta róla. Már gyerekkorában a trójai ostromról, a lovakkorról, hősökről szeretett olvasni, falta a könyveket, hogy elfeledkezett éterről, italról, és étlen szomjan reggeltől estig hatalmas karcsapásaikon, bősz küzdelmükön álmélkodva másra sem gondolt. Közben a győztes dicsőségén földgyulladva, kezét, lábát vívó mozdulatokkal jártatta, mint aki abban a hitben van, hogy ő maga is ott van és vitézkedik. Mátyás úrfi a hunyadvári várkastély gyönyörű környezetében nevelkedik. Édesapja, a hadban oly vasmarkú Hunyadi János a művészetekhez is értett. A hadjáratok szüneteiben szépítette a hunyadvári Vajdahunyadi várat. Vajdahunyad azután lett, hogy a török verő elnyerte az erdélyi Vajda címet. Hadjárataiból hazatérve az apa sokat mesélt csatáiról, a kis Mátyás nem győzte hallgatni. Az édesanyát, Szilágyi Erzsébetet is szép érzékkel, ízléssel áldotta meg a sors. A hunyadvári lovakterem az ő ízlését dicséri. Szilágyi Erzsébet mindazonáltal kemény lelkű asszony volt. Fiait uralkodónak nevelte, és ebben támogatta őt bátyja Szilágyi Mihály is. A köznemesi sorból magukat egyre följebb küzdő familiák összefogását végül majd siker koronázza. Hunyadi János a két fia nevelését humanista szemléletű egyházi emberekre bízza. Szanoki Gergely lengyel tudós papra és Vitéz János horvát származású udvari kancellára, nagyváradi püspökre. Mátyás az Itáliában kibontakozó reneszánsz és humanizmus szellemében nevelkedik. Mátyás, mint király, a reneszánszkori olasz fejedelmek módjára él és kormányoz. Humanizmus és vasszigor, művészetpártolás és zsarnokság, rendkívüli intelligencia és politikai ravasság, ezt testesíti meg Mátyás, a király. De könnyen ítélkezünk mi fél évezred távlatából. Gondoljunk csak bele, éppen annyi idő választ el minket Mátyás korától, mint amennyi őt választotta el Szent István idejétől. Magyarország Mátyás idejében vezető európai hatalommá nőtte ki magát. Mátyás európai formátumú politikus volt, beleszólt Európa ügyeinek intézésébe, és királysága gazdasági, politikai, művészeti és katonai értelemben is vetekedett a legnagyobbakkal. De mindennek ára volt. Vasfegyelem, kemény adópolitika, hódító és védekező háborúk tucatja. Hunyadi János megalapozta családja hírnevét, gazdagságát. Fia, Mátyás majd az egekig emeli, hogy aztán Mátyás fia Korvin János idejében a család eltűnjék a történelem viharaiban. A hunyadiak neve egy évszázadon át szorosan összefonódik Magyarországéval. Sorsuk, végzetük is e földhöz láncolja őket. Zrínyi Miklós utóbb így elmélkedik Mátyásról. Sok száz esztendeig kell fáradoznia a természetnek, meddig formálhat oly embert, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója, s maga nemzetének megvilágosítója legyen. Az ilyen király csinál a maga alattvalóiból is vitézeket, a maga példájával felserkenti az alvókat, és felébreszti a szunnyatókat. Milyen volt Mátyás? A bécsújhelyi Városi Múzeum őriz egy portrét róla. Alig hinnők, hogy őt ábrázolja. Nem a megszokott telt arc, büszke sasor, egész más ember. Bécsújhelyt Mátyás élete vége felé járt. Megfáradtan, de még alig több, mint 40 évesen. Ilyennek látták őt. Sasorrát a nép képzelete növelte nagyjá.
Valójában szabályos arcú, arányos testalkatú, nem túl magas férfi volt, akár csak apja. Galeotto Márció fölfigyelt egy érdekes dologra. Mátyáson valamennyien csodálkoznak. Még engem is megtévesztett néha, aki pedig régóta ismerem. Mert mikor lovagol a király, tenyérnyivel nagyobbnak látszik a felső teste, mint mikor gyalog megy. Remekül megüli a lovat. Úgy egybefor vele, hogy ehhez foghatót keveset látni a mi időnkben. Mátyás szeméből valamilyen különös, elbűvölő, rabulejtő tűz árat, rendkívüli kisugárzás. Tekintete uralkodó, parancsoló volt. Legádázabb ellenségének is hamarabb megbocsátott, mint ellene lázadó legjobb barátainak. De akit szeretett, annak rabja lett. Barátainak maga főzött. Felesége Beatrix pedig vissza is élt Mátyás fékezhetetlen érzelmeivel. Szerelméért Mátyás, az egyébként hűvösen számító, okos, bölcs király, Beatrix 14 éves öccsét, majd 7 éves unokaöccsét nevezte ki bíborossá, magára haragítva a pápát. De mindez még a jövő titka. Mátyás most Prágában raboskodik. Váratlanul meghal az ifjú 5. László, állítólag megmérgezték őt a huszitákhoz húzó cseh nagyurak élükön Pogyebrád György kormányzóval. Pogyebrád a hasonló nevű városkából származik, az Elba parti Pogyebrádiból, mely a Prágát Boroszlóval összekötő út mentén fekszik. Nagyurak a pogyebrádok. A Habsburg király távollétében ez a György kormányozza Csehföldet. Közben összejátszik a huszitákkal, és bár hűséget ígér Rómának, a felforgató, de oly eredményes mozgalom támogatásával cseh nemzeti király akar lenni. Mátyás és Pogyebrád György pályafutása között sok a hasonlóság. Mindkettő egy azon évben lesz országa nemzeti királya. Mindkettőnek meggyűlik a baja a trónjára pályázó Frigyes német-római császárral. Mindkettő viszonylag korán törvényes fiú utód nélkül meghal, és helyükbe a lengyel Ulászló, a tehetetlen Dobzse László kerül, annak halálával pedig 1918-ig a Habsburgok ülnek a magyar és a cseh trónra. A sok rokonvonást még egy családi kötelék is erősíthette volna. Mátyás, igaz nem önszántából, feleségül vette Pogyebrád lányát, Katalint, de az gyerekszülésben meghalt. Mégis a magyar és a cseh király ellenség lesz, és hosszú, kimerítő háborút vívnak egymás ellen Frigyes és a török szultán nagy örömére, anélkül, hogy egymás országának hasznot hajtottak volna. 5. László váratlan halálával zavar támad. Mi legyen a kis hunyadisas fiókkal? Pogyebrád kormányzó egyelőre saját bátyjától örökölt prágai óvárosi házába viszi a fiút. Mátyás itt összebarátkozik Pogyebrád fiával, Viktorinnal, akivel ugyan később hadakoznak egy sort, de Viktorin fogságba esvén Mátyás bajtársa, délvidéki magyar főúr lesz. Mátyás hasonlóan jár majd el a felvidéket fosztogató Giszkrával is. Egyszerűen lekenyerezi, birtokot és magyar nemesi címet ad neki, mire az beszünteti a harcot, és huszitáival Mátyás majdani fekete seregének magvát alkotja. Pogyebrádnak szándéka van Mátyással, hiszen eljutott hozzá is a hír, hogy a magyar urak fontolgatják az ifjú Hunyadi királlyá választását. Szilágyi Erzsébet és bátyja Mihály, valamint Vitéz János, Mátyás egykori mestere, Hunyadi János barátja és a hunyadi pártiak 1458. januárjában sorsfordító lépést tesznek. Fölajánlják a vetélytárs Garai Újlaki Ligának, hogy béküljenek ki, kössenek szövetséget. Ha már nem tudod legyőzni az ellenségedet, tedd őt a barátoddá, szól a régiek bölcsmondása. 1458 elején éppen ez történik itt Szegeden a Tisza partján, félúton Buda és Erdély között. Szilágyi Erzsébet megbocsát fia László gyilkosainak, azok meg beleegyeznek Mátyás királlyá választásába. Mátyást, aki korábban Cillei Erzsébet jegyese volt, most eljegyzi Garai Nádor leányával, Annával. Ez a megegyezés ára. Garai Anna magyar királyné lesz, Szilágyi Mihály pedig az ország kormányzója Mátyás kiskorúsága idején. Mindent szépen elterveztek, minden szerepet elosztottak. A budai királyválasztás a Dunajegén ezek után már csak pontot tett az ügy végére. Csak egyre nem gondolt senki. Sem a Garai, sem a Hunyadi párt. Magyarország új királya, az alig 15 éves Mátyás mindent fölborít majd. Nem kér pártfogói kegyelméből, hamar önállósítja magát, és még jó akaróival szemben is hálátlan lesz. A uralkodónál egyáltalán használhatunk ilyen kifejezést. Mátyás lerázza a gyámságot, és kiderül, a főúrak galamb helyett saskesejűt melengedtek keblükben.
persze nem éppen önzetlen baráti szeretettel. Pogyebrád hírül vette, hogy Mátyás lett Magyarország királya, és hogy nem maradt más hátra, mint elérni azt, hogy abból a méltatlan fogságból kiszabaduljon. Erről értesülve György rendkívül elcsodálkozott. Magához hivatván tehát Mátyást, először gratulált neki a sorsa váratlan jótéteményéért. Azután sok rábeszéléssel megkörnyékezte, hogy lányát feleségül vegye. Hálából a szabadságért, amellyel megajándékozta, arra kérte Mátyást, érje el, hogy anyjától, Erzsébettől valami jutalmat szerezzem, nehogy anya és fia hálátlannak tűnjenek a kapott nagy jótéteményért. Mátyás mindenbe beleegyezett, sőt, szívesen beleegyezett a házasságba. Nem zárható ki, hogy a serdülő fiú szerelmes vonzalmat érzett a kis Pogyebrád lány iránt. A prágai ház udvarán sokszor találkozhattak. Utóbb, amikor kiderült, odahaza Mátyást már eljegyezték királysága fejében Garai Annával, az ifjú Hunyadi minden veszély és hálátlanság ódiumát fölvállalva, prágai rabtartó házigazdája Pogyebrád kislánykája Katalin mellett tartott ki. A rákosmezei királyválasztás után Vitéz János tárgyal Pogyebráddal Mátyás szabadon engedéséről. Megállapodnak. Mátyást cseh főurak és Pogyebrád fia Viktorin kíséri a morva-magyar határon fekvő Strasznice városáig. Itt a Morava partján fogadja Mátyást az elébe jött magyar küldöttség. Lefizetik a váltságdíjat, melyet Pogyebrád szabott ki, és már is indulnak. A 15 esztendős Mátyás boldog sóhajjal lovagol ki nagyurak kíséretében a strasznici várkapun a Kárpátok Magyarország felé. Igen ám, de kiderül, hogy elég érkezett Pogyebrád Katalinnak. Azonban hiába a botrány, a fenyegetés, anyja, nagybátyja rábeszélése, Mátyás feleségül veszi Pogyebrád Katalint. Érvényesíti akaratát. Esküt nem szeg, ez utóbb sem lesz szokása. A főúri ligát szétkergeti, hűemberek szekérvára veszi körül. Garai hamarosan meghal. Szilágyi Mihályt, nagybátyját megajándékozza Magos Déva várával Erdély közepén, Vajdahunyad szomszédságában a Maros mentén. Kezdetben Szilágyi uram elégedetten szemléli gyönyörű birtokát az egeket karcoló dévai várból. Unokaöccse az ő jóvoltából lesz Magyarország királya. Ő most az ország kormányzója. Mi kell több? Hiszen az ifjú királyt ő irányítja. De nem sokáig. Mátyás hamarosan elfelejti meghívni főrangú bácsikáját az országos gyűlésekbe. Kőműves Kelemenről, Magos Déva várának építőmesteréről azt tartja a hagyomány, hogy amit fölépített nappal, leomlott éjszaka. Ezért kellett élő lelket beépíteni a falba biztos kötőanyagnak. Amit Mátyás is fölépített nappal, leomlott éjszaka. Ezért mind több pártfogójától szabadult meg, akik uralkodni akartak fölötte, akik hálát vártak tőle, vagy pusztán bírálni merészelték önállóságát, önfejűségét, zsarnoki keménységét. Így jár Vitéz János, a Hunyadiak barátja, a szövetségese, a Hunyadi fiúk nevelője. Lázadás vágyával börtönbe kerül, és ott siralmas körülmények között elpusztul. Így jár János Pannonius, az első magyar költőfejedelem, akit menekülés közben ér a halál. Dicsérte és bírálta Mátyást, de a király hamarabb megbocsát külső ellenségeinek, mint itthoni bíráló, lázadó barátainak. Szilágyi Mihályt ide, az Arad melletti Világos várába záratja. A nagybácsi keserves rabságában elmélkedhet a szerencse forgandóságáról. Nándorfehérvár hős védőjét, kapitányát, ezt a vitéz katonát alig pár évvel a diadal után saját fenséges unokaöccse záratja be. A legenda szerint Szilágyi szakácsa szabadítja ki urát a fellegekbe vesző Világosi várból. Törököt kiállt, mire az őrség a Világosi mezőre nyargal. Bosszúsan visszatér, mert átverték, de addigra Szilágyi kiszabadul, bezáratja a vár kapuit, ágyút szegez a visszatérő csapatra. Nándorfehérvár hőse kénytelen idáig süllyedni. A valóságban Szilágyit húga Erzsébet unszolására annak fia a király engedi szabadon. A Temes közben kap védelmi feladatokat. 1460-ban Végszendrőnél érje a végzet. Török fogságba esik, és a törökök most bosszút állnak Szilágyi nándorfehérvári működéséért. Sztambulba hurcolják és lehelyezik. Nándorfehérvár hőseit halálukban is üldözi a bosszúvágyó, megalázott porta.
Kapisztrán János újlaki sírját kiforgatják több mint fél évszázaddal a nándorfehérvári diadal után, és a török martalócok kútba vetik állítólag csodatevő csontjait. És amikor a török és tatár segédcsapatok fölperzselik Gyulafehérvárt, kiszórják Hunyadi János és fia László csontjai, tapodnak rajtuk. A nagy törökverő csontjai elkeverednek Bocskai és Betlen fejedelem hasonló sorsa jutott csontjaival, és ott rejtőznek valahol a Székesegyház alatt. De így jár majd Mátyás is. A többi magyar király földi maradványaival egyetemben az övét is megsemmisíti a török, ami időn meghódoltatja Székesfehérvárt. Három Fehérvár. Nándor, Gyula és Székes. A dicsőség és a pusztulás jelképei. A hunyadiak és harcos társai csontjait eltüntethette ugyan az ártó kéz, de tetteiket el nem homályosíthatta. Emlékük él majd az idők végezetéig. Mátyás kemény kézzel kormányoz, ő tudja miért. Az országot ötfelől szorongatják. Harmadik Frigyes német-római császár, aki az osztrák tartományok uraként, az elhunyt 5. László rokonaként magának követeli a magyar trónt, és már 1440 óta Bécsújhelyi várában tartja a magyar szent koronát. Podjebrád György és az általa beküldött huszita rablók. Jagelló Ulászló, a második, a Várnánál elesett első Ulászló rokona, aki igényt tart a magyar és a cseh trónra, sőt, testvére Albert is meg akarja szerezni a magyar királyságot. A török, amely ugyan nándorfehérvári veresége óta közvetlenül ritkábban támadja a magyar határvidéket, ám Szerbiát és Boszniát akarja bekebelezni, és Havasalföldön és Moldován át Erdélyre lecsapni. És végül Velence, amely egy évszázada a magyar királyok adriai vetélytársa, háborús ellenfele Dalmácia és a kereskedelem okán. Ezért kellett Mátyásnak tucatnyi hadjáratot végig küzdenie, és a tragédia az, hogy több frontos harcra kényszerülve, amelyek okai között természetesen egyéni becsvágya is ott van, legtöbbször szomszédos keresztény országok ellen háborúzott, a törökkel szinte alig. És ha a török ellen is fordult, német, cseh vagy lengyel szomszédai már is kihasználták távollétét, és magyarországi összeesküvőkre támaszkodva törtek az országra. Négyszer tört ki főúri lázadás Mátyás ellen. Valamikori leghívebb emberei keltek fel. Mindahányszor megtorolta. Ezért kesergett egyik levelében. A magyarok természetét bizonyára senki oly jól nem ismerte, mint mi, akik sok esztendő óta féken tartjuk őket. Szilágyi Mihály esetét Zrínyi Miklós is helyteleníti Mátyásról írott könyvében. Megbocsáss, jó király, nagy vétek volt Szilágyi Mihályt megfogatnod. Azt ki olyan híved volt, atyád fia volt, országnak hű kormányzója volt, és hogy te király vagy, az ő munkája volt. Lehet-e ennél nagyobb háládatlanság? Bizony nagy mocsok, a királyi paláston sok szépséget sötétít be. Bizony szó fér Szilágyihoz is, mert ha ifjú volt is a király, nem kell vala úgy, mint más ifjúval néki bánni. Az oroszlán soha nem lehet oly kölyök, hogy a körme ki nem tetszik, sem a királyok oly ifjak, hogy örömest parancsoltassanak maguknak. Mátyás közép-európai birodalma, mely hatalmas területre terjedt ki Sziléziától Olaszországig, Ausztriától Törökországig, Morvaországtól Boszniáig, Szerbiáig, két oszlopon nyugodott, adópolitikáján és állandó hadseregén. Mátyás nem csak hadakozott, épített is. Ez az emléktábla a távoli sziléziaik Sanzs várkastélyának falán arra hívja fel a figyelmet, hogy 1482-ben Korvin Mátyás újításokat végeztet. Ennek nyomai még ma is megtaláljuk a gyönyörű várkastély reneszánszkori szárnyában. A hunyadiak hollója mellett a bölcsességet jelképező bagoly alakját vésték kőbe. Mátyás vaskézzel irányította országa gazdaságát. Szükséges a királynak az adó. Ez a király sem bolond épületekre, sem eszelős költséges vendégségekre, sem bolondok gazdagítására nem költötte az ország jövedelmét, hanem hazája megmaradására, dicsősítésére és öregbülésére. Bajcsi Zsilinszky Endre is méltatja Mátyás szigorú gazdaságpolitikáját. Magyarországnak a melléktartományokon kívül Mátyás idejében 4.500.000 lakosa volt. Annyi, mint a brit szigeteknek. A király az adóztatás minden korszerű eszközét igénybe vette.
Sokszor nagy áldozatokra sarkalta és szorította népét. De eredményeit rendszerbeli és igazgatási reformokkal, a különböző kivételek és kedvezmények kíméletlen eltörlésével s adópolitikájának az általános adókötelezettséget legalábbis megközelítő modernségével érte el. A szegény dolgozó jobbágynépet korát megelőzve már a nemzet tagjának érezte, s úgy igyekezett róla gondoskodni. Az anyaország népes volt és gazdag, s a lakosság a kor viszonyaihoz képest jól védett és igazságosan kormányzott. Innen hát Mátyás igazságos előneve és a rengeteg népmese áruhás igazságtevéseiről, az urak megbüntetéséről. Ám hatalmához szükség volt egy állandó fizetett hadseregre, ugyanis hamar háborúba keveredett Frigyes császárral, majd Pogyebráddal. Frigyes itt Bécsújhegy tartotta székhelyét és a magyar koronát. Mátyás az Árpádok szent koronája nélkül nem érezhette magát Magyarország teljes értékű uralkodójának, olyan szellemi, kisugárzó ereje volt-e nagymúltú koronának. Királyságát amúgy sem ismerték el szomszédai, akik alulról felkapaszkodott jöttmentek tekintették. Mit számított Hunyadi János nándorfehérvári őstette, dicső múltja, a kereszténységét vívott számtalan csatája? Fiát a Habsburgok és a Jagellók csak betolakodónak látták. Hogy Mátyás bizonyítson, erős hadseregre volt szüksége. Hadvezéri képességeivel apja nyomdokaiba lépett. Megszervezte az állandó, fizetett, hivatásos hadsereget, amelynek föntartása ugyan iszonyú összegeket emésztett föl, de a hadisikerek és az ország gyarapítása fedezte a kiadásokat. Ha nem, az adóbevételekhez nyúlt. Seregében meghonosította a könnyű lovas huszárságot, amelyben sok délszláv szegény legény szolgált. Erős gyalogsága magvárt cseh husziták alkották. Tisztjei között sokféle nemzetiségű volt, német, cseh, lengyel, szerb, horvát, dalmata egyaránt. Alvezéreiből sokan alacsony sorból jöttek, Kinizsi Pál kisnemesi családból, Magyar Balázs paraszpolgári familiából származott. Mátyás együtt élt katonáival. Azt írják róla, hogy név szerint ismerte valamennyiüket. Külföldi krónikások szerint katonái zsold nélkül csak a puszta dicsőségét képesek voltak követni, és előfordult, hogy Mátyás esti kártyázásban nyert pénzén fizette ki katonáit. Minden nációhoz a saját nyelvén szólt. Imádták, istenítették, félték haragját. Vakon engedelmeskedtek. Mátyás idejében ezt az európai hírű hadat még nem nevezték fekete seregnek, mint utóbb. A fekete előnevet akkor kaphatta, amikor a nagy király temetésére fekete szalagot kötött minden katonája. Mátyás új emberekre, új nemzedékekre támaszkodott mind a hadseregben, mind udvarában és a közigazgatásban. Új világot akart teremteni, Hollós zászlóját lobogtatta a szél Boroszlótól Ankónáig, Jajcától Bécsig. Ám mindez csak véres hadjáratokkal, zsarnoki kézzel érhette el. Apja a törökverő Hunyadi János mindenkor királyát szolgálta. Mátyás, a fia, maga is király, már csak a mindenható hatalmát érezte maga fölött. A gondviselés előtt pedig még a leghatalmasabb úr, a legfélelmetesebb elme is kénytelen meghajolni. 1459-ben Mátyás háborúba lép a koronabitorló Frigyes császár ellen. Attól kezdve 31 esztendő alatt még további 12 háború és hadjárat vár rá és az országra.